Uranga, jó reggelt! És felvirrad a napa, amikor is megpróbálom nektek összefoglalni az összefoglalhatatlant. De előtte csinálok egy kávét. Szóval ismét érkezett egy olyan hozzászólás, hogy hát ez túl hosszú ez a videó. Legyen 10 meg 20 perc. Pont a videóban elmondom, meg nagyon sok videóban elmondom, hogy az a téma, az az irány, az a gondolat fonál, ami mentén én a videókat készítem, ezek nem 10, meg nem 20 perces témák és videók. És én nagyon tisztelek, nagyon szeretek mindenkit, nekem, én nem is tudok, de nem is akarok megfelelni ekkora számú nézőközönségnek. Tehát nagyon egyszerű, és direkt itt az elején mondom el, ha nincs időd, vagy nem érdekel, eleve ne kezd el megnézni ezeket a videókat. Megkavarom a kávémat, addig nektek egy kis látványlátványa, már elment. Már nem ment el, hanem eltűnt. Most ilyen párás, hát mondjuk úgy ködös idő van. Na, pillanat. Az én videóim nézettségét tekintve, például ugye az Upanishadokat, vagy hasonló szentírás hangos könyveket, körülbelül ilyen 100 ember követi. Őszinte legyek, nekem az a legfontosabb. Igen, készülnek helyzetjelentések, amit van, hogy 1000, de olyan is, hogy 3000 ember néz meg. Tehát nézettebb. Abból készül havonta 1 vagy 2, hangos könyvből meg átlagosan 30. Hát ez elég kifejező, nem? Nekem nem az a fontos, hogy sokan nézzék meg a videómat, hanem az, hogy aki megnézi, az tapasztaljon belőle. Ettől függetlenül, kedves hozzászólásra reagálva, 10 perc, 20 perc, nem ígérem, megpróbálom. Foglaljuk össze az összefoglalhatatlan. Alapvetően leszületünk erre a földre, és ennek az egész anyagi létezésnek valójában a célja az, hogy megéljük a vágyainkat. Ezek a vágyak lehetnek mások számára kedvezőek, és mások számára kedvezőtlenek. Amennyiben mások számára kedvező életvitelt, vágy, érzék, kielégítést folytatunk, tehát úgy leljük örömünket másokban, hogy abban ők is örömüket lelik, akkor mint egy ilyen könnyített pályán megyünk tovább ebben a vége láthatatlan életfolyamban, és bár a vágyak bennünk vannak, annak a kielégítésének a módja annak függvényében változik, hogy mennyire voltunk terhére és kárára a minket körülvevő világnak. Ebben még semmi vallás, meg semmi. Ez csak olyan egyszerű kvantumfizika. Mert egyébként nagyon sokszor metafizikát mondtam idáig, de már utána néztem, nem jól mondom, kvantumfizika, ami, na mindegy, tehát kvantumfizika. Aztán, ugye ennek a vonalán haladva tovább, hogy megértsed, tehát a vágyaid minden esetben teljesülnek, de ugyanúgy, amikor bemész egy autókereskedésbe, és a Trabanttól a Ferrariig van választék, az, hogy neked lesz autód, az biztos, de hogy mennyi pénzed lesz rá, hogy Trabantod lesz, vagy Ferrarid, az annak a függvénye, hogy te előző életeidben miként és hogyan álltál az egészhez. Tehát van egy olyan egész, nevezd Földnek, nevezd univerzumnak, nevezd tatvának, tehát anyagi természetnek, ugye az foglalja magába azt az összes milliárd univerzumot, és azon belül az összes milliárd Földet, meg az összes mindent. Ez egy egész. És ennek te szerves része vagy. Nem tudsz tőle függetlenné válni, ha tetszik, ha nem.
És ezen belül tehát itt el lehet menni, ugye azért készülnek órás videók, mert itt el lehet menni ugye a kollektív karma. Tehát nem tudsz kivonni egy embert egy közösségből, tehát hogyha ha egy faluba esik az eső, akkor a falu minden tagja vizes lesz. Ennyi. És lehet, hogy te átmész egy másik faluba, ahol süt a nap, ott akkor mindenki le fog égni. Tehát ezek a kollektív karmák, de az, hogy te például hova születtél le, vagy melyik faluba éppen ázol el, vagy éppen égsz rongyá, az megint egyfajta sors. Tehát akkor nem karma, legyen sors. Én ugye preferálom, presszúrázom. Tehát nyomás alá helyezlek benneteket, hogy már pedig a szentírások így, meg úgy, meg amúgy. Nem kell. Nem kell. Tehát lehet materiális tudományok alapján is megközelíteni azokat a kérdéseket, amik bennetek felmerülnek, hogy ez miért, az miért, amaz miért, de az én megértésemben és az én tapasztalataim alapján sokkal egyszerűbb megnézni a szentírásokat, és abban mondjuk fehéren, feketén le vannak írva ezek a dolgok. Pillanat. Csak szürcsintettem egy kis kávét. Amikor neked megvan a vágyad, annak megfelelően kapsz egy testet, és a bankszámlád ugye az előző életeid, mindenféle cselekedetei, amit vagy önző, vagy önzetlen céllal tettél. Ezek úgynevezett karmák, de nevezhetjük bankszámlának is. Na most tétezzük föl, te szépség királynő akarsz lenni, ez egy belső vágyad, nem egy tudatos, lehet, hogy épp most egy 50 éves férfi vagy, de amúgy benned ez egy hú, szépség királynő. Na most te szépség királynő leszel a következő életedben. De az, hogy egy szegény telepen, egy Bangladesbe, vagy mondjuk New York Citybe, a nem tudom milyen kifutón, vagy a szóval, hogy világszinten leszel elismert, és ebből neked mondjuk komoly anyagi hasznot származik, vagy egy elmaradott kisközségbe, ahol viszont, tehát maga az élmény, hogy te szépség királynő leszel, azt te meg fogod kapni. Tehát az egyszerű lány, aki számára a világ mondjuk a falu, vagy a megye, vagy a város, vagy a nem tudom mi, és ott mindenhol őt fölismerik, mert idén ő volt a szépség királynő, számára ez élmény szinten ugyanaz az élmény, mint egy mostani divatos hölgynek, aki ugye internet, social media, stb. Millió like, és neki nyilvánvalóan a millió like az, ami a másik, mondjuk úgy elesettebb hölgy személyébe, az a 100 fős falu. De mind a kettő, tehát annak a szerencsétlenebbnek, nem szerencsétlen, egyáltalán nem szerencsétlen, nehezebb sorsú, vagy mit tudom én mibb, de annak az a 100 elismerés, mert valószínűleg ott nincs like, meg nincs telefon, meg nincs mit, élmény szinten, megélés szinten ugyanaz, mint a másiknak a 100 millió like az interneten, ahol senkivel nem is találkozik, emez legalább mindegyikkel kezet fog, meg puszítad. Tehát vannak ezek a dolgok. Na most ugye az utóbbi videóimmal kapcsolatosan jöttek észrevételek, megpróbálom röviden, tömören összefoglalni. Te azért születtél, hogy megéld a vágyaidat, amit már előbb is elmondtam. Vagy kedvezően teszed, vagy kedvezőtlenül. Jó reggelt, Narasimha! De persze mindannyian itt vagyunk, nyilván, csak most nem ez a lényeg. Nem húzom az időt, mert hát 10 percbe bele kell férjen, az már 9 perc 18 másodperc. Amikor egész kerek az életed, akkor minden úgy van jó, ahogy van. Ha valamiért nem, akkor segíts magadon, az Isten is megsegít. Most próbálok ilyen címszavakba beszélni. A Jóisten, tehát az a személy, tehát hogyha te nem hiszel bennem, akkor meg nem is ismersz. Akkor miért vársz tőlem segítséget? Tehát mit tudom én, egy eszkimó hiába mondja azt, hogy Juhász Tamás Miklós, segíts,
mert nem vagyunk kapcsolatban, nem ismerjük egymást, ő még csak el sem tud engem képzelni, meg én sem őt. Tehát ez körülbelül ez az ima, ami hit nélkül és ismeret nélküli ima, mantra, bármi. A mantra nem. Tehát egyébként érdekes, tehát a mantrának van olyan típusú jótékony hatása, hogy pusztán a recitálásával komoly eredményeket lehet elérni. Erre vagyok én az élő példa. Mondjuk azért bennem volt némi hit is, de azt is levezettem nektek, hogy ez hogy alakul ki. Tehát, hogy nem úgy kezdődik, hogy beszélgetsz Istennel. Mármint elme szinten, de megképzelsz, tehát itt elme szinten én már annyi emberrel beszéltem, akik kajakra találkoztak Szűz Máriával, Jézussal, Krisnával, meg csomó istenséggel személyesen találkoztak. Ami nagyon jó, ha őket ez segíti. Tehát minden nagyon jó. Tehát én nem mondom, hogy ők nem találkoztak, találkoztak. Mindenki találkozott mindenkivel. Engem egyetlen egy dolog érdekel, hogy amikor megtapasztalok egy embert, legfőképpen személyesen, akkor milyen az energiája? Pozitív vagy negatív? Ha pozitív, akkor ő úgy csinál mindent jól, ahogy csinál. Ha negatív, akkor lehetséges, hogy valamit nem jól csinál. Nem kötelességem, nem tisztem és nem feladatom őt sem kijavítani, sem tanítani, sem semmi. De ha lehetőségem van rá, hogy segítsem őt a saját útján, azt örömmel megteszem. De csak ennyi. Ugye erről milliószor én se tanító, semmi nem vagyok. Tehát tényleg egy elesett, szerencsétlen útkereső, akit ide hányt az élet, vagy a sors, ezt lehet ilyen kedvezőtlenül is megfogalmazni, igen, ebben meg lehet látni a szépet, meg lehet látni a jót, meg lehet látni a nehézséget. A lényeg az, hogy a legtöbb hozzám forduló, vagy függő, vagy bármi más, ugye ezekről megint csak konkrétan készültek videók, és le akarok szokni. Nem akarsz leszokni. Ennyi. Erre ezt tudom mondani. Tehát ez a rengeteg le akarok szokni, hagyjál. Nem akarsz leszokni. Aki le akar szokni, az nem dumál róla, hanem leszokik. Ennyi. Kész. Semmi több. Kifogás az van. Ön becsapás az van. És nagyon olyan hosszú üzeneteket kapok ilyen típusú kéréssel, hogy én segítsek leszokni. De nem lehet. Értsétek már meg. És kérlek szépen, nagyon szépen kérlek, ne küldjetek 50 oldalas üzeneteket, meg órás hangüzeneteket, mert már a jövőben nem szeretném meghallgatni. Tehát az, hogy te valakinek elmeséled az életedet, függetlenül attól, hogy ő nem kérdezte, na ez a teher. Nekem ez a teher. És a mások iránt érzett tiszteletemből egyébként végigolvasom, meg végighallgatom, bár a jövőben most már nem biztos, hogy végigfogom, mert nekem ahhoz, hogy én utat mutassak, egyáltalán nem kell tudnom rólad semmit. Tehát mondjuk Srila Prabhupád úgy adta neked a szentírásokat, vagy egy csomó vallásmagyarázó, vagy egy csomó spirituális tanító, guru, mit tudom én ki, pap, hogy ő a jövődre fókuszál, meg a jelenedre, és nagyon nem érdekli, senkit sem nem érdekel a te múltad. Ugyanazt csináltad, mint én, meg ugyanolyan drogos voltál, mint én, meg és akkor én mondjam meg, hogy kell. Nem tudom megmondani, amíg te nem akarod. És nekem te hiába mondod, hogy te akarod, ha nem akarod. Mert ha akarnád, akkor tennél érte. És nem üzengetnél nekem, hogy legyen 10 perces a videó. Érted? Tehát ha te neked csak 10 perced van saját magadra, vagy az ilyen típusú gondolatmenetekre, akkor az komolytalan. Ez komolytalan. Szürcsingetem a kávécskámat. Ugye szintén nagyon gyakori hozzám intézett üzenet, vagy komment, menjek én a picsába a hülyeségemmel, evel a vallással, meg evel az ilyesmi dolgokkal, mert ugye neki kvázi, vagy a családjába kvázi, vagy a baráti körébe kvázi valaki meghűült, mikor vallásos lett. Ugye erre készült legutóbb a Menekülés a vallásba című videóm.
Tételezzük föl, mit te én sportolni akarsz. Hát, hogy egészségesebben halljál meg. Tehát ez nagyjából ennyi a sport, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, nagyon-nagyon hasznos dolog, mindenféle téren és értelemben abszolút támogatom, de a végeredményében egy egészségesebb halálhoz vezet, mert ugye a halál maga elkerülhetetlen. De az életminőségedet jelentősen javíthatja. Elmész, mit tudom én, judózni. Puff, lerúgják a vesédet az első edzésen, nekem ez volt gyerekkoromban, csak azért pont ez jutott eszembe. Akkor valószínű elmegy a kedved a judótól. Akkor elmész focizni. Csapatjáték. Puff, fejbe rúgnak a labdával, az életről lejössz, úgy utálsz mindenkit. Már két dolgot kipróbáltál, és ugye azt te azt fogod mondani, hogy a sport szar. Nem? Nem a sport szar. Te nem találtad meg a neked való sportot. És egyszer csak anyádék elvisznek egy sítáborba, rácsesznek két sílécet, kezedben vannak két botot, lelöknek a hegyről, és mondjuk átéled a szabadságot, egyedül, síklasz, hófötte csúcsokon, érted? Sport. Nem társas, nem csapat, hanem egyéni. Megtaláltad a sportod? Meg. Milyen a sport? Felemelő. De amíg a judóztak, azt lerúgtak, addig nem. Amíg a csapatjátékban mindenki hülye, meg nekem nem passzolták a labdát, mindenki önző, az nem. Ugyanez a vallás. Ugyanez a vallás. Vannak olyan emberek, akiknek ketten jön be, tehát általában van egy ilyen kialakult lelki partner, akivel egymást támogatják, vannak, akik csapatban, csoportban, egyházközösségben, nekik úgy megy, tehát ők a csapatjátékosok. Tehát ugye például a kristásoknál ugye ezek a kirtanfesztek, a keresztényeknél ezek a imakörök, hát most én nem tudom végsorolni, meg nem is lényeges. Tehát a lényeg az, hogy vannak a csapatjátékosok vallásban, vannak a két szereplős, egymást támogatjuk az úton, és vannak az egyéni gyakorlók. Na most az egyéni gyakorlásnál mindenképpen szükség van egy edzőre. Egy edzőre. Mert az a vallásgyakorló, aki csak elkezdi autodidakta módon olvasni a szentírásokat, neki van egy értelmezése, és mivel nem érkezik egy másik megértés, ezért számára meggyőződés az, amit olvasott, hogy az az igazság. Rendkívül el tud vinni az egyéni vallásgyakorlás, nem azért, mert nem teszem meg azt, hogy más meggyőzzön az ő hülyeségéről, hanem ugye a kötőerők, tehát különböző kötőerőkben lehet kommunikálni, vitatkozni, ez jó értelemben szólva a vitatkozás, ugye van a tudatlanságban, szenvedélyben, jóságban, és a jóság kötelében történő vitatkozás egy adott témáról arról szól, hogy én is elmondom az igazságom, te is elmondod az igazságod, és most én megpróbálom megindokolni a te igazságodat, hogy az miért igaz, te pedig megpróbálod megindokolni az én igazságomat, hogy az miért igaz. Ez a legmagasabb szintű vitatkozás. És ez a legnemesebb. És hihetetlen megértéshez tud vezetni. Hihetetlen megértéshez tud vezetni. A tudatlanságban nekem van igazam, akár anyádat, és amikor már látom, hogy amúgy nem is nekem van igazam, már ott ugye megjelenik a büszkeség, meg hát a birtoklás, tehát az igazam a tulajdonom. Meg kell védenem. Ugye az én Istenem. Tehát amikor már megérted azt, hogy Isten nem lehet a tiéd, nem lehet a magyaroké, vagy az indiaiaké, vagy az amerikaiaké az Isten, hanem az úgy közös, meg minden, de te még mindig ragaszkodsz ahhoz, hogy Jézus az út, meg a magyarok istene, Jézus sose volt magyar. Soha büdös életben nem volt magyar, mégis a legtöbb magyarországi ilyen típusú hozzászólás hozzám, hogy miért nem a magyarok istenét imádod, miért egy indiai vagy idegen istent. Tehát ez a legkomolyabb tudatlanság, gyerekek. A legkomolyabb tudatlanság. Tehát onnantól kezdve, hogy te azt mondod, hogy nekem van Istenem, akkor neked nincs semmid, meg senkid, de legkevésbé értelmed, már bocsánatot kérek,
De hát Isten nem lehet a tiéd. Tehát ezek annyira minimál. Tehát tényleg nem az első osztály, hanem az előkészítő az óvodába. Ez az előkészítő az óvodába. Hogy Isten nem lehet a tiéd. És az Isten, ami, mert ha már tiéd, akkor azt már meg kell védeni. De milyen Isten az, akit meg kell védeni? Mi van? Tehát ezekről szépen, na most ugye maradjunk ennél sport hasonlatnál, csapatjátékba megy, aztán tételezzük föl, hogy te ugye egy ilyen 9-en vagy 11-en vannak egy ilyen nagyobb futballmérkőzésen. Utána már ugye, ahogy öregszel, már nem tudsz annyit futni. És akkor vannak ezek a lábtengó, vagy mi ez, amikor már ilyen kis pályán csak így pötyögtetnek ide-oda. Tehát ahogy fejlődsz, lehet, hogy már te leszel a tengó csapatkapitány, de ott már csak mondjuk 4-en vagytok. És mikor már megöregszel, és már fizikálisan nem bírod ezt a terhet, meg ezt a dolgot, akkor elmész edzőnek. És átadod a tudást, amit addig szereztél. Ugyanez a vallásgyakorlás is. Na most akkor hiteles egy tanár, tehát nekem egy szívsebész professzor ne legyen a futball vagy úszás edzőm, amikor mondjuk az úszásnál víziszonya van, a futballnál meg mondjuk fél a labdától. Tehát nem akarok egy szívsebész edzőt a futball csapatba. És ugyanez van a vallásnál. Ne tanítson olyan valaki, aki nem ment végig azokon a folyamatokon, amit ő tanít, ami a szentírások bele van írva. Tehát, de és most ugye már 22 perc. Tehát hogy beszéljek el valamiről valamit 10 meg 20 percben? Tehát én ezt nem tudom, és nem is akarom megoldani. Mert most körülbelül az, hogy kikapcsolnám a videót, várnád a folytatást. Az én videóim hosszú videók, mert meditációk. Tehát én ilyenkor áthangolódok. Így elkezdem felidézgetni például a kérdéseket. És megpróbálom a lehető leglényegre törőbben megválaszolni azokat a kérdéseket, amik hozzám érkeznek. De egy. Sosem tudom, ugye, hogy kinézi a videót, mennyire befogadó, mennyire elfogadó, mennyire megértő. Tehát például itt van az iménti kijelentésem, amit már tulajdonképpen mondjuk úgy nem bántam meg, de lehet, hogy nem volt helyén való kijelenteni azt, hogy aki Istent a sajátjának vagy megvédendőnek gondolja, ő még nem igazán indult el valójában ehhez az Istenhez vezető úton. És igaz, hogy igaz, de az ahimsa megelőzi az igazságot. Tehát a kegyesség minden élőlénnyel szemben megelőzi az igazságot, és ezért nagyon sokszor a videóimban nem tudok nagyon határozottan, nagyon konkrétan kijelenteni valamit, mert lehet, hogy az sokkal nagyobb segítség lenne 100 embernek, de vérig sértenék ezret. Vérig sértenék ezret. És én nem vagyok egy Csernus doki, volt régen valami Csernus doktor, aki ilyen nagyon alpári módon mondta a drogosoknak, mert valaki oda akart küldeni, és akkor így egyszer talán a tévében láttam. Vagy nem tudom, na mindegy. Tehát, hogy így üvöltött a betegekkel, vagy a nem tudom, szóval a betegekkel. Kuncsaftokkal. Nekem, ha most csak így visszagondolok rá, egy olyan személy jelenik meg, aki megfélemlített, aki megalázott. Tehát nekem egy rettenetesen ellenszenves ember volt. És bocsánatot kérek Csernus úrtól, ha véletlenül megnézni ezt a videót. Én nem akarok egy olyan embertől segítséget, aki oly módon képzeli el a
segítést, hogy megaláz, vagy megfélemlít, mert eleve az, hogy rám kiabál valaki. Hát ráadásul belőlem ez amúgy nagyon rossz ízét vált ki. Tehát mindegy, ebben most bele sem megyünk. De mindegy. Hál' Istennek a Szigeti Anna főorvosnő nem kiabál, ő nagyon halkan beszélt velem. Minél halkabban beszélsz, annál jobban odafigyelnek rád. Na mindegy. Szóval vannak, és biztos vagyok benne, hogy a Csernus doktor úr nagyon sok embernek volt megoldás. Nagyon sok embernek volt segítség. Én nem vagyok sem Csernus doktor, sem guru, semmi nem vagyok. És nem feladatom és nem tisztem az, hogy megoldjam más emberek problémáját, mert először ments meg magadat, hogy megmenthess másokat, és még én sem vagyok a szárazföldön, még én is fuldoklok az óceánba. De egyre több segítséget veszek magamhoz, hogy fent maradjak a vízen, és én ezeket a segítségeket, ezeket az eszközöket osztom meg az emberekkel a videóimban, aminél szinte minden videóban elhangzik, hogy ez idő. És attól, hogy te megnézel 1, 10 vagy 100 videót az interneten, attól az ég egyadta a világon, semmi nem fog megváltozni. Ha tetszik, ha nem. És hiába vársz tőlem, vagy bármilyen Pálfeli atyától, vagy akiket szoktam említeni, Bhaktipád Goszvámi Maharadzsától, Srila Prabhupádtól, bárkit említhetnék, azért, mert te nézed a videóit, meg csak olvasod a könyveit, avval valójában nem oldasz meg semmit. Pillanat. Szintén elmondtam mindenkinek, minden társadalmi osztályban, minden nemi identitástudatban, minden vallásos szituációban lévő embernek az életében van ugye ez a fönt-lent, és amikor lent van, akár egyéb körülmények miatt is, tehát minden esetben hat ránk, akkor fájdalmában, nehézségében próbál valami megoldást találni. Csak hogy a jelenlegi, most élő társadalomban az emberek gyors megoldást akarnak. Magyarul elmegyek, befizetek egy tanfolyamra, vagy fizetek pszichológust, vagy mit tudom én, mit csinálsz, veszel könyvet, letöltesz hanganyagot, hallgatsz. És igen, valóban időt áldoztál rá, de nagyon őszintén, hányszor nézel végig úgy egy videót, hogy minden szót megízlelsz? A legtöbb bőtök a videóimat, a ti visszajelzésetek alapján vezetés közben, mosogatás közben, meg lefekvés előtt hallgatjátok. És ha elaludtunk a videó közben, majd legközelebb visszatekerjük és újra hallgatjuk. Tehát ez a jelenkor hozzáállása. Hogy persze, szentelek rá időt, de közben csinálok valami mást is. És közben elfáradt nagyon a kezem, mert így tartom a telefont, és már most nagyon lámas. Ja igen, meg úristen, már 28 perc, jaj, már túléptük a 10-20 percet. Bocsánat. Nem tudom ennél rövidebben. És most megint kapcsold ki a videót, érted? Tehát nem kell neked. Tehát ha nincsen, jó, ez tényleg a legutóbbi videóm, az 1 óra 50 perc volt. De lehetséges, hogy azok, akiket ez megérint, akiket ez foglalkoztat, és akik tényleg végig ízlelgetik a gondolat fonalat, és annak minden jelentését, lehet, hogy ők még 3 órán keresztül hallgatták volna. Nyilván nem készítek 5 órás videót, nem azért, mert nem tudnék, hanem lehet, hogy technikailag nem tudnám feltölteni, a legtöbb videóm hajnal 3-ra meg 4-re töltődik fel. Akkor az 5 órás az egy hétig töltődne. Mindegy. Én nem tudok gyors megoldást. Tehát amikor a Bhagavad Gita-ban Srila Prabhupád azt írja,
hogy aki egyszer, mert nekem ez egy vesszőparipám volt, hogy aki egyszer megfürdik a Bhagavad Gita Szent Ganges vizében, az eléri a felszabadulást. Ugye én kezdő szinten, tehát nem iskolás, nem elsős, hanem előkészítő szinten, ugye az én is nem, stb. Ezen a szinten. Na mondom, akkor jó, rendben van, elolvasom a Bhagavad Gita-t, öcsém, azt akkor menjek haza. Elolvastam a Bhagavad Gita-t, és ugyanúgy jöttek a szenvedések, a nehézségek, meg minden. Hát mondom, be vagyok csapva. Hát valójában az, amikor így, oké, végigolvasom a Bhagavad Gita-t, és egyébként nem, mert végighallgattam hangos könyvet. Nekem az volt az első, nem is, el sem olvastam, tehát még arra is lusta voltam, végighallgattam hangos könyvet, nagyon szép volt, nagyon jó volt, tényleg egy fantasztikus élmény volt, nem történt semmi. Hát ez olyan, mintha oda mentem volna a Szent Ganges vizéhez, azt így megpaskoltam volna vele magam. Tehát nem, az nem fürdés, öcsém, hanem levizettem magam. Igen, igen. Biztos, hogy ahol a víz hozzáért a poros bőrömhöz, ott azt letisztította, de hogy én magam nem fürdöttem meg, az tény. A Bhagavad Gita Szent Ganges vizében megfürdeni az, hogy elmélyülni a Szentírásban. Ahányszor elolvasol valamit, annyiszor, egy Bhagavad Gita-t, most nem egy Rejtő Jenő regényt, azt is nagyon jó, csináld azt, ha téged az érdekel, az köt le, és az mozgat meg, az ad új megértést, az nagyon jó, és akkor, és én minden, bármit csinálsz, én azt kívánom, csináld azt, és leld benne örömed. Legfőképpen a vallásban. Legfőképpen a vallásban. Tehát, hogyha valamit úgy csinálsz, hogy az téged nem tesz boldoggá, akkor ne csináld. Tehát lemegyünk az edzőterembe, és a bemelegítésnél elfáradunk. És hazamegyünk. Tettünk valamit? Tettünk. Lementünk az edzőterembe, kifizettük a bérletet. Mozogtunk? Igen. Háromszor, négyszer ugráltunk föl a kéz, le a kéz. Oké, elég volt. Milyen eredménye lesz? Hát nyilván több, mint aki le se ment. Meg nem ugrált négyszer, ötször, meg nem vett 26-szor levegőt. De úgy releváns eredményt ne várjál már ettől, kérlek. Hogyha megnézel egy ilyen önfejlesztős videót, nem az enyémet, az nem önfejlesztő, ez csak ilyen semmi videó. De egy komoly előadást végignézel, és abból ugye elmondják, hogy például jóga ászanák, és akkor te nézed azt, hogy mások csinálják a jóga ászanát, hú, de jó! De ez rád szerinted milyen hatással van? Megnézem az Egerszegi Krisztinát, és fú, és beugrik, és még víz alatt, és végig szurkolom. De nem én húztam le azt a távot. Milyen eredményt várok ettől? Hallgatni a mantrát, vagy meghallgatni az én általam felolvasott hangos könyveket. Nagyon gyakori. Nagyon jó, és köszönöm, végül is köszönöm, ha meghallgatod az én általam felolvasott hangos könyveket. De én nem azért olvasom fel a hangos könyveket, hogy megmentselek téged attól, hogy olvassál, hanem azért olvasom fel, hogy kedvet csináljak hozzá. Jaj, mutatok nektek valamit, pillanat. Zsoltinak és Mónikának köszönhetően megérkeztek az Élet, amire születtél. Ez a szám misztika és az Ajurvéda, mind a kettő Baktai Ádám könyv. Ezeket fel fogom olvasni. Nem azért, hogy neked már ne kelljen, mert ezek olyan dolgok, amit ha egyszer hallasz, ilyen szám, olyan szám, ez, az, és akkor te magadra ismersz, vagy így, szóval így belül érzel egy ilyen, hogy is mondjam nektek, egy ilyen, nem tudom, ezt hogy kell mondani, szóval ez a, na ezt, egy ilyet érzel, akkor megveszed a könyvet, vagy ellopod, vagy csinálsz valamit akarsz, megkéred, hogy adják adományba. Én is azt csináltam, mert mindegy. Köszönöm szépen, Zsolt és Monika. Ja, és köszönöm Attila és Judit, hogy kihoztátok. Mert ugye hát a postaköltség. Na mindegy, de itt van. De nem azért van itt, hogy... Tehát nem önző szándékkal kértem ezt az adományt.
hanem azért, hogy közkincsé tegyem. A Baktai Ádám engedélyével egyébként. És fel lesz olvasva, és nekem egy borzasztó nagy öröm, hogy ilyen dolgokat közkincsé tehetek. De nem azért, tehát azért, hogy kedvet kapjál, hogy hallgass bele. Ez téged megérint, ez téged foglalkoztat, igen, akkor mélyedj el benne. Tehát azzal, hogy végighallgatod az általam elkészített hangos könyvet, az egy ilyen, az az előkészítő. Tehát, hogy így elmész egy ilyen pályaválasztási tanácsadóba, érted? És akkor ilyen videófilmen végignézed a kőművest, az autószerelőt, a fogtechnikust, meg a, mit tudom én, a műtőssegédet, érted? Videón megnézed, és akkor valamelyik megérint, műtőssegéd, de jó, hát gipszeli a lábakat, vagy mit tudom én, fogtechnikus, dik, mennyi fogatlan, de jó pofák, oda megyek. Vagy, autószerelő, robbanó motor, dízel motor, ottó motor, Tehát valami, ami megér, tehát mindenkinek van lehetősége egy utat választani, de a legtöbb esetben valamilyen ráhatásra választunk pályát, vallást, spirituális utat, önmegvalósítást, önismeretet, tök mindegy, aztán kiderül, hogy ez nem a mi utunk. És az a probléma, hogy az van, amit az elején is elmondtam, hogy kipróbálsz egy sportot, de neked az kudarc, vagy csalódás, vagy izé, és szar a sport. Nem a sport szar, csak te nem választottál jól. Ugyanez a vallás, ugyanez a pályavál, ugyanez a munka. Na, ezért nem akarok mostanában, most a hangos könyvek nem lesznek, mert olyan zörgéssel vannak itt az iskolánál, valamit felújítanak, rettenet borzalom, és amúgy nagyon tehát elviszi a figyelmemet. Nem most, most jó. De a hangos könyvnél rettenetes. Próbálom a szanszkritot mondani, és akkor úristen. Majd az egyik könyvet újra is kell olvasnom. Na, jó van, 37 perc. 37 perc alatt elmondtam nektek egy nagy semmit. Egy nagy semmit, és tudjátok miért? Mert folyamatosan azon gondolkoztam, hogy úristen, túl hosszú lesz a videó. Na, ezért. Tehát ez volt az első és utolsó olyan típusú videó, amikor törekedtem arra, hogy rövid legyen. Nem tudok, de legfőképpen nem akarok rövid videót készíteni. És nagyon szépen megkérem, tehát innentől kezdve, ha valaki nehezményezi a videóim hosszát, akkor kérem szépen magától, nem úgy, hogy én, hanem ő magától tegye föl azt a kérdést magának, hogy akkor minek nézem? Hogy akkor minek nézem? Tehát nagyon szépen kérlek, hogy mit tudom én, írj egy levelet az Agata Krisztinek, hogy figyelj már Kriszti, vagy Agata. 800 oldal a könyved. Nem tudtad volna 5 oldalon leírni, hogy emez odament, megölte, azt ez meg kiderítette? Annyi mindent el tudnék mondani, tehát hány olyan film van, ami 3 órás? Azt szólsz a rendezőnek, hogy az öcsém, ne haragudj, már nekem nincs erre 3 órám. Egy Titanicra, vagy egy mit tudom én, Oroszlán királyra. Hát most miért nem lehetett volna ezt 15 percből összefoglalni? Nem. Ne ülj be a moziba, ha neked nincs rá 3 órád. Tehát ha valakit érdekel valami, akkor akárhány órás, az neki végig egyfajta öröm és tanulság. Akit nem érdekel, annak még 2 perc is sok. Tehát ha abba a táborba tartozol, akinek 2 perc is sok, vagy a 10 vagy a 20 perc már túl sok, és látod a videón, tehát amikor ugye az látszik az én, hogy ez mennyi idő ez a videó, úristen, 1 óra 50 perc, és lapozz tovább, milliárd lehetőség van arra, hogy eltörzsd az idődet, amennyit rászállsz, és annak megfelelő időtartamban válasz videót. Nekem azok az előadások, amiket én hallgatok, azok nem lehetnek elég hosszúk, mert folyamatosan táplálkozom belőle, mondjuk úgy elme szinten. Tehát,
Tehát bizonyos könyvek nem lehetnek elég hosszúak. Be kell osztani. Tehát minden nap egy fejezet, mondjuk minden nap most egy Upanishadot olvasok. Mert annyit vagyok képes befogadni. És én elhiszem, hogy az én videóm túl hosszú. Meg lehet, hogy unalmas. De nem célom az, hogy százezrek vagy milliók nézzék az én videómat. Nézze meg kettő. De annak a kettőnek legyen segítség. Na jó van, 40 perc abba hagyom, és majd a következő videóimban már nem fogok ügyelni, vagy törekedni arra, hogy rövid legyen. Köszönöm, hogy meghallgattál.